Dr. Fülöp Tibor vagyok. Debreceniként 1982-ben szereztem orvosi diplomát a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. A Kennedy Kórház belgyógyászati osztályán kezdtem dolgozni. Itt szereztem 1988-ban belgyógyászati, majd diabetológusi, ezt követően, az atyai hagyományokat követően 1994-ben, 2 éves gyakorlati időt követően a szív- és tüdőgyógyászati klinikán kardiológiai szakvizsgát. 1996 óta dolgozok a kardiológiai intézetben, kardiológus-diabetológusként, mint osztályvezető adjunktus. Fő vezérelvem az, hogyha egy betegnél koronária betegségre, miokardiális infarktusra derül fény, akkor keresni kell a cukorbetegséget, illetve minden cukorbetegnél időről időre fel kell mérni, hogy nem jelentkezik-e valamilyen kardiovaszkuláris megbetegedés. Ennek a kardiometabolikus szemléletnek megfelelően az intézet ambulanciáján kardiológiai és diabetológiai szakrendelésem van. Non-invazív kardiológusként a terheléses EKG laboratóriumot vezetem, és expert minősítéssel évente mintegy 5000-5500 echokardiográfiás és transzechokardiográfiás vizsgálatot végzek. Osztályomon a kórházi kezelést igénylő terápiabeállítást, illetve szívműtét előtti invazív kivizsgálást végzek. PhD tudományos fokozatot 2007-ben szereztem metabolikus szindrómás betegek koronária mikroér működésének vizsgálata tárgykörében. Rendszeresen publikálok és tartok előadást külföldi és hazai kongresszusokon, mind a magyar, mind az angol nyelvű egyetemi oktatásban részt veszek. Feleségem körzeti gyermekházi orvos. Végzős ostanhallgató gyermekünk a szülői és nagyszülői hagyományt folytatva szintén kardiológusi pályára készül.